Most akkor ültetni fogunk. Azt kérem, hogy jó alaposan így osszoljunk szét, hogy minden fronton elinduljon a munka. A férfiaktól azt kérem, hogy főleg a tiszafák meg a fagyaloknak az ültetésében jeleskedjenek. A tiszafáknál és a fagyaloknál is ugyanaz érvényes, hogy eddig, hát látjuk, hogy meddig terjed ez a földlabda, ugyanaddig legyen beültetve. A fagyalnál arra kell odafigyelni, hogy viszonylag könnyen kijön ebből a konténerből, ha nem, akkor teljesen erőszakosan, agresszíven ezt így le lehet róla szedni, és akkor így gyönyörűen lejön róla ez a konténer. Utána arra figyeljünk oda, hogy amikor beültetjük, akkor a föld színe az pontosan megegyezen ezzel, mert ha mélyebbre ültetjük, és valamennyi kilátszik, akkor hamar kiszárad, ha pedig beföldeljük a növényt, akkor pedig ugye hát befülethet és megfulladhat. Gyakorlatilag az internetről, az Zugló újságból és hát a lakók elmondása alapján értesültünk az egész programról. Ez az első ilyen idézőjelben csapatépítő nagyobb program így a házba, úgyhogy ez össze is fogja tartani a lakókat. Már a szervezésre is eljött egy olyan 6-8 ember, és egy ilyen 100 fős házba azért egy 15-20 embert azért össze lehet így úgymond trombitálni. Nagyon jónak találom, hogy van ez a lehetőség, és hogy végre sikerül valami emberi arcot adni ebben a kerületben is. Elmondhatjuk, hogy most jó úton vagyunk az irányba, hogy fölvegyük a verseny a nyugat-európai szinten. Tehát tényleg kis lépésekben, de jó irányban. A szerszámokat a Fiskász biztosította. A növényeket a Borhi kertészet szállította. Az utcafront építéshez szükséges díszköveket és kiegészítőket a Dekostons biztosította. Kövessen nyomon ön is a Virágzó Zugló programot a kertész.blog.hu-n, a Facebookon és a virágzózugló.hu oldalon.